hogy vagyok egy szakember, de úgy gondolom, mint közszereplő, mint civil ember, szerintem kötelességem, hogy segítsek a barátaimnak, segítsek olyan embereknek, akik nem olyan helyzetbe születtek, mint én. Bármi van, bármilyen is Ákos szól, hogy szükség van rám, akkor jövök. Nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy tevékenyen részt vegyek ilyen dolgokban, mert azért a közösségi média egyszerre nagyon nagy szabadságot ad az embernek, viszont egy nagyon nagy börtön is tud lenni abból a szempontból, az ember azt gondolja, hogy a megosztás, a like az tettnek minősül. Hogy az élmények szerintem azok meghatározóak tudnak lenni, hogy milyen példát látnak, hogy milyen emberekkel találkoznak. És hát én azért gondolom, hogy ez egy fontos dolog egy közszereplő számára, mert a legjobb foglalkozás ebből a szempontból, hogy emberek már annak örülnek, hogy te ott vagy. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó pillanat arra, hogy az ember példát adjon másoknak, motivációt adjon, és megmutassa az, akár egy beszélgetéssel, hogy igenis a rossz helyzetekből is van kiút, és hogy a rossz helyzetekből is elegendő munkával, szorgalommal, hittel, és azt gondolom, hogy közösségbe való hittel, akkor az ember ki tud törni bármilyen helyzetből. Menedékház alapítvány rászoruló családokon és hajléktalan embereken próbál megsegíteni a 11. kerület és Budaörs határán egy bérelt ingatlanban, ahol éjjeli menedékhely, nappali melegedő működik a hajléktalan embereknek, illetőleg van egy bentlakásos betegszobás ellátás idős beteg hajléktalan embereknek. És az időszakban próbál megsegíteni úgy az itt lakókon, hogy az valóban hathatós tudjon lenni, valóban tudjon egy olyan fordulat beállni az életükben, aminek köszönhetően kicsit pozitívabb irányba tud fordulni a sorsuk, nehogy Isten önállósulni is tudnak, és önálló ingatlanban tudják az életüket folytatni, a mi segítségünk nélkül. Az intézményben 21 család lakik, ami közel 90 embert és több mint 50 gyermeket jelent. A gyermekek az újszülöttől egészen 18 éves korig nagyon széles korelosztásban élnek nálunk. A gyerekekért dolgozunk alapvetően a szülőkkel, tehát ez egy gyermekvédelmi intézmény. Nehéz kérdés, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban segíteni. Ez biztos, hogy a pénz az, ami a legnagyobb hiányzik nálunk. Közhasznú alapítvány vagyunk, állami normatívából működünk. Van 30 alkalmazottja az alapítványnak, bérleményben dolgozunk, ki kell fizetni a bérleti költséget, a rezsit, ki kell fizetni a dolgozóknak a bérét, és szeretnénk olyan munkatársakkal dolgozni, akiknek tényleg a szívügye ez a munka, és a lehető legjobb minőségben végzik a munkájukat, és egész egyszerűen nem tudjuk úgy a legjobb embereket alkalmazni, hogyha nem tudunk versenyképes bért fizetni. Tehát lehet ezt itt sűrni, csavarni, az biztos, hogy az anyagi támogatás jön a legjobban.